Sziasztok, én Markó Sándor vagyok, és ezért kezdtünk a legújabb videóhoz. Itt van velem Bájos segítőm. Rebeka, sziasztok! És a mai videóban elérkeztünk ahhoz a részhez, amit iszonyatosan várok a videó posztolása óta, ugyanis a mai napon Sanyi fog bekötött szemmel szerelni. Hol van a kis? Talált magának egy nagyon fancy szembekötőt. Hogy én legalább ne csaljak. Én se csaltam. Persze, a kötött. Úgy néz ki a videóból, hogy csaltam. Au. Nem, jaj! Ennek neki fogok menni következőre. Au. Ó, miért ilyen messze raktam el a cuccok? Elvetted a cuccot. Elvetted a cuccot, mert itt van lent a... Na nem. Wow! Ilyen közel vagyok! És ti is kértétek, meg mi is gondoltunk rá, hogy az úgy kicsit uncsi lenne, hogyha ugyanazt a lovat szerelnénk fel. Úgyhogy te melyik lovat fogod felszerelni? Rexet. Az ő saját lovát, amivel versenyzik, és nagyon ismeri, és nagyon jól fog menni az egész. Reggel csináltunk egy tesztet. Mondjad. Egy kis csalással. Nem csalás volt, nehezítés. Kisétáltam a folyosóról, fölcsattintottam a kis szemellenzőt, és meglettem forgatva, aztán mentem a hűtő felé, csak éppen a másik pont a irányba. Pont a másik irányba, és most az előbb mondta, 2 perccel ezelőtt, hogy egy kicsit elbizonytalanodott, és nem biztos benne most már, hogy olyan jól fog menni. De ez mindjárt kiderül, indulunk ki az istállóba, kivisszük a lovat, és onnantól meglátjuk, indul a buli. Meglátjuk mi lesz. Szia! Fel vagy készülve? Elkészültünk, kint van a ló. Susuka az már egy élő nehezítés, az biztos. És mivel eredetileg azt mondtad, hogy te sokkal jobban csinálod majd, mint én, így én is készültem neked pár meglepetéssel, pont úgy, ahogy te tetted, de nyilván ezeket nem mondom el, úgyhogy kedves Sándor, kérlek vedd fel azt a kis szemellenzőt, a sapkát magadon akarod hagyni, nem? Mint hogyha számítana igazából bármit is. Igen. Biztosan nem látsz ki itt se? Hát, tesztelj. Akkor figyelj, a színpad a tied. Mivel fogsz kezdeni? Takaróval. Takaróval. Nagyon élvez. Neked egyszerű takaród van. Na, akkor most kell egy kapat. Jó dolog ez a kapat. Istenem, nem vicces ez kintről. Hoppá! Na-na! Vigyázz, nehogy elejtsd! Fogd erősen! Ja, és arra figyelj, hogy a fenekén van egy kis kakifolt, úgyhogy azt jól szedd le. Megtaláltuk? Ezt nem kell látnom. Neked is csukva van a szemed egyébként? Nem. Miért? Legyen csukva? Hát nekem csukva volt valamiért úgy, nem tudom, adta magát. Csukban látom a hangokat. Hogy... Igen. Júj, ne sunyíts. Én nagyon kedves vagyok. Akkor most hozni kéne a szerszámokat? Hát mondjuk. Kezdjünk nyelggel. Hát igen. Egyesével haladunk, vagy te is felpakolod a cuccokat, mint én? Megpróbálom felpakolni.
Van valami, amelyiket szeretnéd? Körmeddel próbálod csekkolni, hogy... Persze, feliratot rajta. Ezen nincsen semmi. Ezen nagyok a betűk. Ezen meg nincsen. Ha nem, akkor bocsánsz. Nem értem, de hogy nem nevettél rajtam. Nem pakoltál a cuccaim, akkor jó leszek. Neked egyszerű dolgod volt azért arra, ugye? Igen. Az Angelnek azért a könnyű megtalálni a kantárját. Azért így kicsit bajba leszek. Megpróbálok zabla alapján. Az ablákat. Macska van ott, vigyázz. Hát a takarón fekszik macska. Nem mindegy. Nem bírom. Hopp, hopp. Rungdosol. Tudtam, hogy itt van valahol a szék. Biztos jó ötlet ez amúgy, hogy ennyire felpakolsz? Egyáltalán nem. Ez eddig nem volt. Közben hátul folyik az élet. Hello. Jó, kell nekem. Még a látét, ugye meg? Hello. Nem tetsző. Hoppá! Mi történt? Leesett valami. Hát mert semmi olyat nem csinálsz. Túl jó vagyok. Igen, igen. Ugye? Mi? Elpakoltátok legalább a nyelven, hogy nem az enyém volt a helyen? Majd kiderül. Másik oldalt jól áll? Ennyire ráérsz, hogy itt fütyülget? Még szép. Nem nyúltunk hozzá. Ugye milyen nehéz tájékozódni? És akkor a lehet? Hát, ahova raktad? Ide raktam. Látod, hogy ott van. Na. No.
Kicsit sokat kap enni, nem? Ilyen ez a karácsony. Ennyire nem vagyok ki azért. Akkor a kossz. Rebecca, hol az invédő? Hát, ha nyitva lenne a szemed, akkor látnád. Mit látsz? Mesélj! Azt mindjárt kérdezek nagyon. Nagyon? Meg leszek szivatva. Miért? Nem, viszont meg leszek. Hova raktad a kantárt? Boxnyitóra. Boxnyitóra? Itt van ez. És itt a kis kalmányfúra. Mikor lett kioldozva? Nem lett kioldozva. Hol a kötél? Na látod, ez egy jó kérdés. Vigyázzon mindenki arra. Na. Bírom. Opa. Akadályba ütköztem. Merre áll? Jön velem az akadály. Mi? Semmi. Tadá! Bár meg vagyok mindenre. Kantár, nyereg, alát egy ször. Szerintem vedd le azt a cuccot. Jó, vissza. Ugye milyen világos van? 5 percet. Hoppá. 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 Hoppá, bocsánat. Pofaszíjba bekapcsoltad. Jaj, nézd meg, mindjárt lesz. Bemellógott. Mi történt azzal a szőrrel? Mentségemre szóljon, hogy nagyon egyforma mind a két irányba. Azt hittem azt mondani, hogy mentségedre szóljon, hogy nem láttam. Egyébként egész jól ment. Meglepően jól. Igen, úgyhogy... Hogyha nagyobb léptekkel közlekedek, akkor még belépítem volna abba a vezetőbe. Na jól van. Köszönöm szépen, hogy közreműködtél. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük a Rexnek is, hogy közreműködött, Susukának is, hogy közreműködött, és a titkos segítségünknek is köszönjük a közreműködést, és ha tetszett, menjen. Ha tetszett nektek, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, és kapcsoljátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést az új videókról. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!